Az ország egyik legösszetartóbb autós klubja idén is kiállt az állatvédelem mellett, és felhívta a felelős állattartásra a figyelmet június 24-én a Ford S-Max találkozón, ahol az adománygyűjtő akciónak köszönhetően 3,3 tonna kutya és macska tápot, valamint konzervet gyűjtöttek össze. Az összegyűlt adományokat a környéken működő menhelyek és alapítványok között osztották szét. Mikor adunk vizet a kutyának? Mindig bizony. Nyáron sűrűn adunk vizet. A felelős állattartásról is tartottak előadást a Ford S-Max találkozón. Az ország egyik legösszetartóbb autós klubjának tagjai mindig kiállnak az állatvédelem mellett, így történt most is a hajdúszoboszlói repülőtéren június 24-én. Nekünk is van egy saját kutyánk, van egy akváriumunk, szeretjük az állatokat. Mennyire fontos, hogy az állatok csippeltetve legyenek? Mindenképpen fontosnak tartjuk, mert nekünk is olyan jellegű kutyánk van, aki szeret szökni. Bár még nem sikerült neki elszökni, de így könnyebb megtalálni is. Mennyire fontos, hogy a gyermekek és az állatok együtt tudjanak élni, hogy megtanulják már ilyen fiatal korban, hogy felelősen kell bánni az állatokkal? Ők nagyon szeretik a mi kutyánkat, a mi kutyánk pedig olyan típusú, hogy védi őket nagyon. Ők ezt elfogadták, a kutya is elfogadta őket. Lizák Attiláik mindig arra törekedtek, hogy a gyerekek az állatokkal együtt nőjenek fel, így már ideje korán megtanulhatják, milyen is róluk gondoskodni. Nálunk az állatok úgymond családtagok, tehát nekünk nincs különbség tétel a között, hogy állatgyerek vagy bármi, úgyhogy nekünk kinti benti kutyusunk és cicánk is van, tehát ők szabadon járkálhatnak. Táplálásuk a kutyának mi barfélet módot tartunk, tehát ő csak nyers húst teszik, valamint a cica is alapvetően csak egyfélét és mindig ugyanabban az időpontban. Kutyusunk az menhelyről hoztuk, a cicusunkat pedig az udvarunkra fialt egy szomszéd cica, és onnan van cicusunk. Úgyhogy nekünk ez volt a lényeg, hogy úgymond együtt nőjenek fel, együtt tanulják a gyerekek a felelősséget az állatokkal, hiszen az etetése, gondozása, tisztítása, játszás velük mind ugyanúgy a gyerekeket is neveli, ahogy minket is. A felelős állattartás része, hogy nem csak etetjük, itatjuk az állatokat, de az egészségüket is szolgáljuk. Rendszeresen elhordjuk, ugyanhoz az állatorvoshoz járunk, sőt a cicánk balesetes is volt, ő már műtve is volt, többször is, úgyhogy mi erre is külön figyelmet fordítottunk, hogy olyan helyre vigyük, illetve olyan kezelést kapjon, hogy azt az életmódot tudja utána is élni, ami ennél volt. Nincs gond, mert valamelyik nap a legmagasabb tetején volt már a cica, úgyhogy sikeresen helyre jött, de fontos ez, valamint ugyanúgy az ápolásuk is, tehát ők rendszeresen megkapják azokat a akár vitaminokat, vagy akár ha a bőrszőrápoláshoz szükséges nekik valami, de mi mindenben törekszünk arra, hogy csak természetese is, és lehetőség szerint bio dolgokkal foglalkozzunk, ugyanúgy az állatokkal is, mint a saját dolgainkkal is, nagyon természetközeli módon próbálunk mindent tenni. Szurkolók az Állatokért Alapítvány már közel 3 éve ápol baráti kapcsolatot a Ford S-Max csapatával. Fontosnak tartják, hogy minden ilyen rendezvényen felhívják a figyelmet az állatvédelemre és a felelős állattartásra. Legyen az falunap, legyen az egy S-Max találkozó, legyen az egy baráti társaság. Nagyon fontos az, hogy az állatokat megvédjük és az állatokról beszéljünk. Tavaly is egy gyűjtő akció kapcsolódott ez a rendezvényhez. Mit értetek el akkor? Mi a kitűzött cél a mostani rendezvényen? Azt beszéltük a szervezőkkel, hogy szeretnénk megdönteni Magyarország eddigi rekordját, az tavaly közel 6 tonna volt, vagy egy picit több is. Én remélem, hogy idén meg tudjuk dönteni, van még egy 8 óránk. Én szerintem egy ilyen 1 és 2 tonna között már van itt a hátunk mögött, és a cél az, hogy az itteni menhelyeknek tudjunk segíteni, hisz nagyon nagy bajban van mindenki Magyarországon, minden menhely, és most is 4-5 szervezet fog jönni, és ami nekünk nagyon fontos volt, az, hogy itt a régióban maradjon a táp, hogy itteni állatvédőknek segítsünk. Jönnek Nyíregyházáról, Debrecen, Hajdunánás, Hajdúszoboszló, és ami most nagyon fontos még, hogy majd ott a mögöttem név, hogy most már macskáknak is hoznak az S-Max rajongók tápot, és most már egy macskamentőknek is tudunk segíteni itt Hajdúszoboszlón. Közös felelősségünk az állatok megóvása és az élővilág védelme. Számos intézkedés történt az elmúlt időszakban az állatok védelmére, de ennek ellenére még ma is gyakoriak az állatkínzások.
de ami jó, az, hogy az emberek már nem mennek el mellette. Rengeteg bejelentést kapunk Budapest és az ország különböző pontjairól, és most már mindenért szólnak nekünk. Ha láncon van egy kutya, hogyha télen ott van kikötve a kutya, és nincs kutyaháza, vagy vashordó van, hogy az emberek úgy érzem, hogy a médián keresztül megérzik most már azt, hogy milyen fontos az állatokra odafigyelnünk, és én továbbra is csak ezt tudom kérni tőlük, hogy igenis szóljanak állatvédő szervezeteknek, de azt azért tudatosítani kell, hogy nekünk is a kapacitásunk véget van, és ami azt az állatvédelemre értem. Sajnos a menhelyek 200%-osan teli vannak, és nagyon megfogyott az embereknek sajnos a pénze, illetve nagyon nehezen kapjuk most már a támogatásokat, de akkor is kell szólni, és nekünk pedig meg kell oldani a lehetetlent. A felelős állattartásnak az a lényege, hogy társállat és a gazdája úgy tudjanak harmóniában együtt élni, hogy ebben a kapcsolatban ember és állat is jól érezze magát, s mindez összhangban legyen környezetünkkel is. Hogy olyan legyen, aki tisztában van az élet színvonalával, hogyha mondjuk ő egy irodában dolgozik, és tudja, hogy neki egy olyan kutyája van, ami napi szintű lemozgatást igényel, akkor csak akkor legyen olyan kutyája, hogyha ő le tudja mozgatni ezt a kutyát. Én egy lusta ember vagyok, nekem egy kis sicóm van, mert tudom, hogy azzal elég egy napi fél órát labdázni, meg egy kicsit sétálni, de nyilván nem lesz egy olyan kutyám, aki igényli a napi 10-15 kilométeres sétát, vagy a futást, vagy a mozgást. Erről is beszélünk, és itt inkább a felnőttekhez beszélünk, amikor kimegyünk ilyen falunapokra, vagy ilyen művelődési házakba elmegyünk beszélgetni. A felelős állattartáshoz hozzátartozik az is, hogy a kedvenceket csippeltetni kell, amely 2013 óta kötelező Magyarországon is. Ennek elmulasztása pénzbüntetést von maga után. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon a kutyák 50%-ában nincsen csíp, hogyha lemegyünk, nem kell nagyon vidékre menni, maradhatunk Pest megyébe, ott sincsenek becsippelve a kutyák, és én nem tudom még azt a problémát, hogy az kinek a hibája, de van egy olyan gazda, aki becsippeli a kutyát, és az állatorvos nem regisztrálja a kutyát. Szóval mi mindig azt szoktuk mondani, hogyha becsippelik a kutyát, akkor ott azonnal ellenőrizzék is vissza az állatorvosnál, hogy a regisztráció jó, mert van, hogy mondjuk mi becsippeljük a kutyánkat, de nem értünk hozzá, és az állatorvos nem regisztrálja a kutyánkat, akkor olyan, hogy van benne csip, de nem tudjuk, hogy ki a gazdája, hogy az megint megnehezíti a dolgot, hogy ezekre is oda kell figyelnünk. Sajnos önhibán kívül is hibázhatunk, de fontos a csip, fontos az oltás, és ami nagyon fontos, az ivartalanítás. Mit viszünk a kutyának, ha felülünk vele a buszra, villamosra? Szájkoszarat!